pici pénzdarabot. Ugye végig egy forintos használunk, azért ezek kocsmákban még fellelhetők, de akár egy gyűrű, egy fülbevaló, egy csík is megfelelő ehhez. Tört meg a gyufát, de ne tört ketté, csak formálj belőle óvatosan egy V alakot. Ezt tedd rá az üvegnek a nyakára, keresztbe, úgy, hogy egy forintost megtartson. Feladat a következő, anélkül, hogy bármihez hozzányúlnál, ráfújnál, bármi csalásnak tűnő eszközt igénybe vennél, az egy forintos essen bele az üvegbe. Marha egyszerű a dolog, gyújtsd meg. Figyelni kell rá, hogy elég közel tedd a gyufának az égő fejét az üveghez, a belső részéhez, illetve arra is figyelj, hogy ha túlságosan messzire viszed, akkor ugye meg fog gyulladni a gyufának a feje, viszont ahogy elkezd égni, el is alszik, mert alatta nem tud oxigénhez jutni, és akkor nem fog működni a dolog. Tehát úgy kell csinálnod, hogy a gyufának az éghető feje, az éppen, hogy egyensúlyozzon az üvegnek a belső terén.